Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnapáj televízió híradóját látják. Link Réka Anna vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hálaadó ünnep. Megújult a Tamási Nagy Boldogasszony templom. Szekszárd óvoda átszervezés. Összevonnak és be is zárnak intézményeket. Február 1-e a civilek napja. Sajtótájékoztató Szekszárdon. Honvédelem. Embert a Vasra címmel toboroztak Dombóváron. Megújult a Tamási Nagy Boldogasszony templom és plébánia is. A hálaadó szent misére sokan összegyűltek. Csibi Imre plébános köszöntötte a megjelenteket Tamásiban, a megújult Nagy Boldogasszony templomban. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár javasolta, hogy a felújított plébánia nagytermét Hirt Ferencről, 2018-ban elhunyt országgyűlési képviselőről nevezzék el. A másik oldalon pedig önzetlenül másokra való odafigyelésre fogadta. Én jól ismertem képviselő munkássága kezdetétől fogva, egészen a haláláig, amit ő akart, és tett is Tamási közösségért, és hozzáteszem a környékbeli települések közösségére is. Az államtitkár elmondta, a templom falai nagyon rossz állapotban voltak, ez is indokolta a korszerűsítést. A felújítás nehéz folyamat volt. Soltész Miklós kiemelte mindazok munkáját, akik összefogva sikerre vitték a projektet. Én többször jártam itt a kivitelezés során, és jelenben is, és hidegben is. Tudom, hogy sokszor felvettek a munkások, a mesterek, de amit a kevés nyomán most tapasztalatunk, látunk, az egy csoda, köszönet érte nekik is, és köszönet azoknak is, természetesen, akik kormányzati támogatások szerint, akár a város, akár a testvértelepülés, akár az ünnepi szentmisét Felföldi László, római katolikus pap, a Pécsi Egyházmegye 85. püspöke tartotta. Az állam 528 millió forinttal támogatta a felújításokat, azonban ez az infláció miatt nem volt elegendő összeg, ezokból különböző magánszemélyek és szervezetek is hozzájárultak a templom korszerűsítéséhez. Számos ügyben tárgyalt Szekszárd megyei jogú város önkormányzata közgyűlése. Az egyik ilyen napirendi pont a 2024-2025-ös nevelési érv óvodai csoportjainak tervezéséről, átszervezéséről szólt. Szekszárdon nagyságrendekkel több az óvodai férőhely, mint ahány gyermek van. Máté Péter, önkormányzati képviselő elmondta, az is problémát jelent, hogy az intézmények közül több nem felel meg a feltételeknek, például nem rendelkeznek tornaszobával. Ott van az új óvodánk, a Szőlőhegyi óvoda, ahova minimum 40 gyereket kell elhelyezni szeptemberbe, tehát például a névkezdéskor, és a városban levő óvodák nem egyenarányú kihasználtsággal mennek, úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy megbízunk egy szakértőt, ez december 14-én történt, aki felméri, hogy hogyan lehetne pedagógiailag is ezeket az óvodákat jobban működtetni. A szakértő javaslata alapján döntött arról a közgyűlés, hogy három önálló intézményt egyesítenek, és kiírják az intézményvezetői pályázatot. Van a gyermeklánc, van az egyes óvoda, az a Vosinszki és a Kölcsei együtt. A gyermeklánc az a Kertvárosi, a Percel és a Szőlőhegyi tartozik ehhez. És van a fönti óvoda, a Mérei utca és Kadarka utca. Tehát ezeket az összes óvodákat egy vezető alá vonjuk. A leendő intézményvezető a jövőben egyeztetni fog a szülőkkel és a dolgozókkal is. Máté Péter tájékoztatott arról is, hogy az eredményesség, hatékonyság növelése és a kihasználtság javítása érdekében kettő óvodát bezárnak a jövőben, ennek pontos időpontja még nincs. A két intézmény a Bajcsy-Zsilinszky utcában és a Szentgyörgyi Albert utcában található. Most rövid híreink következnek. A nem őszinte kommunikáció, a globális felmelegedés és a szorongást okozó helyzetek mind olyan méregnek számítanak, amik folyamatosan hatnak ránk. Ezekről tartott előadást Zaher Gábor Tolnán.
Nagy hangsúlyt kapott, hogy hol húzódik meg a határ ezek kompenzálása és a függőség közt, illetve hogy a média hogyan befolyásolja a hozzáállásunkat ezekhez a témákhoz. Részben lesz szó a mérgekről, amelyek itt vannak a mindennapjainkban, például mondjuk a nem őszinte kommunikáció, amit ugye a mostani Davoszi Világgazdasági Fórum az egyik legfontosabb problémának vetített elő az elkövetkezendő 2 év folyamán. Lesz szó egy kicsit a globális fölmelegedésről, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Lesz szó azokról a mérgekről, amelyek tulajdonképpen szorongást okoznak az életünkben, és ugye ezek valójában nem ilyen kézzelfogható mérgek. Többfordulós tárgyalássorozat után a Közúti Közlekedési Szakszervezet és a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet is csatlakozott ahhoz a csoportszintű bérmegállapodáshoz, amely 3 év alatt átlagosan legalább 28,4%-os alapbéremelés garantál a MÁV Volán csoport munkavállalóinak. A megállapodás aláírásának köszönhetően már a januári bérekben érvényesül a bérfejlesztés első eleme, amely a bruttó 600 ezer forintos alapbérig átlagosan 17%-os, legalább havi bruttó 70 ezer forintos emelést jelent a munkavállalók számára 2024-ben. Tűz keletkezett egy 4. emeleti lakás egyik szobájában Szekszárdon, az Aliszka utcában. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik beatoltak a füsttel telítődött lakásba, majd egy vízsugár segítségével eloltották a keletkezett lángokat. A tűzzel érintett helyiségben egy ágy égett. A beavatkozás idejére az épületet kiürítették, ideiglenesen 25 lakónak kellett elhagynia az otthonát. Sajtótájékoztatót szervezett a Tolna vármegyei civil közösségi szolgáltató központ Szekszárdon a civilek napja alkalmából. Az eseményen a megjelentek beszámoltak a különböző szervezetek működéséről, hasznosságáról. Magyarországon 1998 óta február 1-én tartjuk a civilek napját. Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke a civil szervezetek fontosságát ismertette. Ezek az egyesületek, alapítványok közfeladatok ellátása érdekében jönnek létre. Ezt a tevékenységet a civilek jellemzően önzetlenül végzik, nem egy hivatásszerűen, nem anyagi ellenszolgáltatás reményében, és munkájukkal viszont óriási szeretet hasítanak ki a mindennapjainkból. Rengeteg olyan feladatot, tevékenységet végeznek, amit az önkormányzati állami intézmények nem vagy kevésbé tudnak fölvállalni. Ilyen feladatok lehetnek például a rászorultak, hátránnyal élők megsegítése, vagy katasztrófa helyzetek elhárítása. Zsikó Zoltán tájékoztatott arról, hogy Tolna vármegyében közel 1500 civil szervezet működik. Úgy véli, a térségi csoportok aktivitására és munkájára büszkék lehetünk. Azt is látjuk, hogy a vármegyei önkormányzat számos lehetőséget próbál nyújtani az elmúlt évtizedekben is a civil szervezetek számára. Én bízom abban, hogy a jövőben még magasabb fokozatra tudunk kapcsolni ebben az együttműködésben. Itt gondolok arra, hogy az Európai Uniós pályázatok felhasználásánál együttműködünk a civil szervezetekkel. Minden évben 20-30 civil szervezet egyedi kérelmét bírálja el az önkormányzat. Az online térben javarészt egyedül él az ember. A valódi közösségek ezzel szemben védőhálót képeznek a tagok számára, mondta Molnár Péter, a bátaszéki székelyek baráti körének elnöke. Úgy gondolom, hogy valamit örököltünk szüleinktől, nagyszüleinktől, és ezt igyekszünk minél pontosabban, minél precízebben továbbadni a gyerekeinknek, illetve majd az unokáinknak. Azt gondolom, hogy azok a tárgyi eszközök, amiket korábban használtak az ősök. Nyilván ezek a modernizációval felgyorsították az ember életét. A Civil Közösségi Szolgáltató Központ következő nagy programja a február 19-én és 23-án tartott véradás lesz a Szekszárdi Vérellátó Központban. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A nagyszabású fejlesztéseknek köszönhetően megújult a magyar turizmus, a jövőben a vendégészakák számának erőteljes növelése a legfontosabb feladat, mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója Könnyid László. A hazai turisztikai eredmények már csak egy hajszálnyival maradnak el a 2019-es, a háború és a járvány előtti rekordév adataitól. 2023 a beutazások ütemes visszaépüléséről szól. A szálláshelyi bevételek 2022-höz képest infláció feletti mértékben
23%-kal nőttek, és elérték a 859,5 milliárd forintot. Decemberben stagnált a munkanélküliség az euróövezetben és az Európai Unióban. Az Eurostat honlapjára felkerült adatok szerint az euróövezetben 2023. decemberében 6,4%, az EU 27 tagállamában 5,9% maradt a munkanélküliségi ráta. Decemberben 12.936.000 munkanélküli volt az Európai Unióban. A zöld energia termelésére és tárolására ösztönző lakossági pályázatra beérkezett előregisztrációs kérelmek száma február 1-én délelőtt meghaladta a 25 ezret, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A szaktárca emlékeztet, a Napenergia Plus program ingatlanonként akár 5 millió forint visszanemtérítendő forrással segíti a családokat. A sikeresen pályázók egyszerre telepíthetnek napelemet és korszerű energiatárolót, így rugalmasabban használhatják fel a saját eszközeikkel megtermelt zöld energiát, ezzel csökkentve áramszámlájukat is. Az embert a vasra toborzó kampány keretében a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandártüzér osztálya Dombóvára is kitelepült. A Magyar Honvédség 50 tonnás BZH 2000 önjáró löveggel, Gidrán kerekes harcjárművel és Toyota Hilux BZH trailerrel települt ki a dombovári vásártérre. A járművekbe be lehetett ülni, a katonák mindent elmondtak a tulajdonságaikról. Nagy volt az érdeklődés az óvodás és iskolások körében is, hisz a látvány nem mindennapi volt. Kovács János őrnagy ismertette a mai nap lényegét. Az embert a vasra toborzó kampány folytatását a honvédelmi miniszter úr november 16-án jelentette be Bakony Kútiban, ahol a mögöttem, illetve mellettem látható PZA 2000-es önjáró tüzér lövegnek volt egy éles lövészete. Nagyon nagy kedvenc a PZH 2000-es önjáró tüzérlöveg. Sokan jelentkeznek szerencsére Tolna vármegyéből. A Magyar Honvédség, mint munkáltató előnyeiről is szót ejtett az őrnagy. 8 általános iskolai végzettséggel is lehet jelentkezni. Szerződéses vagy tartalékos formára is van lehetőség. Kiemelt fizetést tud a Magyar Honvédség biztosítani, ez 737.000 forint bruttót jelent. Augusztus hónapban indult egy hasonló program, az sikeresen lezárult, oda is nagyon sokan jelentkeztek. Természetesen a Honvédség várja mindenkinek a jelentkezését, és különböző szolgálati formákat tudunk felkínálni. A nap tartalmasan zajlott. Nagy volt az érdeklődés. Regionális híreink következnek. Az influenza járvány a csúcsán túl van. Még érdemes beoltatni magunkat. Rekord év. Több évtizede nem volt ekkora forgalom a Bahartnál, mint tavaly. Egészségmegőrző tánc időseknek. Betegségek ellen is véd az örömtánc. A Nemzeti Népegészségügyi Központ eddig a harmadik heti adatokat hozta nyilvánosságra az influenza-szerű és a légúti fertőzések terén. Emelkedő tendencia sehol sem jellemző. Január 3. hetében a szennyvizek influenza A vírus örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnáló. A járvány a csúcsán túl van, azonban az influenza elleni védőoltást még érdemes beadatni, mondja az orvos. Bár sok a felső légúti fertőzés, de mintha csökkenne az orvoshoz forduló betegek száma. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján január 15 és 21-e között az országban több mint 28 ezeren fordultak orvoshoz, influenza-szerű, és 197.200-an akut légúti fertőzés tüneteivel. Tibold Antal vezető főorvos szerint bízhatunk abban, hogy a járvány a csúcsán már túl van. Önmagában ezek a számok nem feltétlenül kell, hogy sokat jelentsenek, de hogy árnyaljuk a képet, azt elmondhatjuk, hogy 15 közigazgatási egységben emelkedett szolidan az influenzás és felső légúti tünetek száma, 3-ban stagnált és 2-ben csökkent. Nos, ez alapján, bár mondom, hangsúlyoznom kell, hogy a múlt heti adatok még nem ismertek, de talán bízhatunk abba, hogy ez a járvány már a zenitjén túl van, a járvány csúcson túl van, és bízhatunk egy szolid, de visszafogott csökkenésben. Ha valaki biztonságra törekszik, érdemes még beoltatnia magát influenza elleni védőoltással, hangsúlyozta a főorvos. Mindenféleképpen ezt tudnám javasolni.
Az influenza oltóanyag valóban már több hónapja elérhető. Általában egy-két héttel kell számolni, ugye, ami az oltás felvétele után ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a védettség fölálljon. És én úgy gondolom, hogy két hét múlva azért még javában benne leszünk a szezonban, tehát a lehetőség adott lesz ahhoz, hogy megfertőződjünk. Úgyhogy én mindenkinek javasolnám, aki eddig nem tette meg, hogy gondolkodjon el még az oltás felvételéről. A harmadik héten a szennyvizek SARS-CoV-2 örökítő anyag országos átlagkoncentrációja csökkenést mutatott. A vizsgált települések többségét stagnálás jellemzi. Csökkenés mérhető Egerben, Győrben, Kaposváron, Pécset, Székesfehérváron, Tatabányán és Veszprémben. Emelkedő tendencia sehol nem jellemző. Január 3. hetében a szennyvizek influenza A vírus örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnáló. 6 minta esetében haladta meg a koncentráció kimutatási határt. Több évtizedes rekordot döntött meg a Bahar tavaly utas száma. Közel 2 millió 150 ezer utas közlekedett 2023-ban a Bahart járatain. Az elmúlt 22 évben nem volt példa ekkora balatoni forgalomra. A hajók közül kiemelkedett a kompok utas száma, több mint 1 millió 423 ezeren választották ezt a szolgáltatást. A szállított kerékpárok száma is jelentősen nőtt, több mint 16%-kal emelkedett az előző évihez képest. Kiemelkedő utasforgalommal zárta a 2023-as balatoni hajózási szezont az állami tulajdonú Balatoni Hajózási Társaság. Október végéig mind a kompok, mind a személyhajók forgalma meghaladta még a 2019-es számokat is. Mind a komp, mind a személyhajó forgalom gyakorlatilag újabb rekordot döntött, mindegyik meghaladta az előző évet. A kompokon közel 2%-kal, a személyhajókkal 3,5%-kal voltak többen. Ez összességében azt jelenti, hogy 2 millió 150 ezer utas választotta a Bahart hajóit. A dinamikus fejlődés és emelkedő utasszám nem véletlen, hiszen a társaság szakemberei ezért dolgoznak, hangsúlyozta a vezérigazgató. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a menetrendet is, illetve a programválasztékot fejlesztjük, illetve igazítsuk az utasok igényeinek. Ennek legjobb példája például a mostani menetrendünk a komp esetében, hiszen az ünnepi időszakban, a karácsony, illetve az azt követő téli szünetnek a kéthetes időszakában a hajók nem óránként, hanem félóránként indultak, és ez olyannyira bevált, hogy most már hétvégente szintén megtartottuk ezt a 30 perces indulást, a számok pedig igazolják a jó döntést, a tavalyi egy rekordév volt, és az idei év is úgy indul, hogy újabb rekord közeg. Akik a téli időszakban is közlekednek a tó két partja között komppal, már a flotta egyik új büszkeségével is találkozhattak. Az első hajó, az első komp már próbaüzemét végzi a révben, így találkozhatnak vele az utasok, és hamarosan majd az újak is követni fogják, hiszen húsvétkor bemutatjuk őket. Azt gondolom, hogy nagyon pozitív az utasok visszajelzése, hiszen egy körpanorámával, egy nagyon modern hajóval találkozhatnak, úgyhogy mindenki kíváncsian várja az új hajót, és várja természetesen majd a katamaránokat is, a személyhajókat, amik a legkiemeltebb, a legfrekventáltabb útvonalakra fognak beállni. Nem csak az új hajók bemutatkozásával várja az idei szezont a társaság, a programkínálat is bővül az idén. Az új hajók mellett természetesen programokban is lesznek újdonságok. Egyrészt bővül majd a programoknak a választéka nem csak nyáron, hanem a tavaszi időszakban is. Erre már a megnövekedett hajóflotta is lehetőséget biztosít, és természetesen a menetrendben is, főleg a kiemelt útvonalakon még frekventáltabb menetrenddel készülünk. És hát fontos szempont lesz idén a kerékpáros közlekedés is, ahogy az elmúlt években is. Még nagyobb hangsúlyt fektetünk erre, hiszen a tavalyi évben rekordok dőltek ebben a tekintetben is. A személyhajókon közel 30%-kal nőtt a szám, a kompokon pedig soha nem látott mértékben egy 130 ezres kerékpárszámot értünk el. A kompok esetében a menetrend változása mellett 2024-től a komp bérletként szolgáló Bahart kártya is megújul a digitális vásárlás és felhasználás bevezetésével, a korábbi kedvezmények megtartása mellett. Farsang ünnepséget tartottak a baranyai szenior örömtáncosok Pécsen. A nevelési központ aulájában találkoztak a tánccsoportok. Az oktatók azt mondják, az időseknél jelentősen csökkenti a demencia és az Alzheimer-kor kialakulását ez a mozgásforma. Zene, tánc és jó hangulata közösen töltött délutánon, így lehetne összefoglalni a baranyai szenior örömtáncosok farsangi eseményét a Pécsi Nevelési Központban. Január utolsó hétvégéjén találkoztak a jelmezes szépkorú tánccsoportok.
a Senior Örömtánc Máriával Tánccsoport és a Család Varázs Egyesület összefogott, és kitaláltuk azt, hogy Farsangkor hívjuk össze a Senior Örömtáncosokat, illetve bárkit, aki velünk együtt szeretne táncolni. Úgy is neveztük el ezt a rendezvényt, hogy Farsangi Tánc délután, tehát nem az örömtáncot írtuk, mert nehogy az legyen, hogy aki nem örömtáncol, az nem jön el. Kértük, hogy valamivel jelezzék, hogy Farsangon, tehát valami jelképes beöltözés legyen. Ezt a táncosok többsége teljesítette. Béres Mária azt mondja, a Senior Örömtánc fizikailag, szellemileg és szociálisan is sokat ad a résztvevőknek, hiszen a koreográfiák betanulása megmozgatja az agyukat, a mozgása a testüknek tesz jót, míg a társas érintkezés boldoggá teszi őket, elfeledteti sokukkal a magányosságukat. Ráadásul egészségmegőrző szerepe is van az örömtáncnak. 76%-ban ez a mozgásforma késlelteti a demenciát és az Alzheimer-kort. Én úgy gondolom, megszüntetni nem tudja, mert ez nem olyan, hogy beveszek egy gyógyszert, és akkor minden rendben, hanem késlelteti, mert ugye az örömforrás, a szociális érintkezés az időseknél fontos, hogy találkozzanak, kezeket megfogunk, másikra rámosolygunk, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon, és hát a mozgás, szóval. Ugye nem a fotelban nézzük a itt tudom én milyen sorozatokat, hanem egymással ilyen lelkesen, és lehet hallani a háttér kacajokból, hogy így táncolunk együtt. Magyarországon 2016-ban indult a Senior Örömtánc osztrák példa alapján. Jelenleg mintegy 4000 örömtáncos van hazánkban. A különböző csoportok folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással. Közös programokat, találkozókat, táborokat szerveznek. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Hálaadó ünnep. Megújult a Tamási Nagyboldogasszony templom. Szekszárd óvoda átszervezés. Összevonnak és be is zárnak intézményeket. Február 1-e a civilek napja. Sajtótájékoztató Szekszárdon. Honvédelem. Embert a Vasra címmel toboroztak Dombóváron. Pénteken kezdetben egy hideg, majd egy azt követő meleg front alakítja időjárásunkat. Délelőtt változó vastagságú, itt-ott átmeneti időszakokra felszakadozó felhőzet lesz jellemző. Elvétve előfordulhat kisebb szemerkélés. Délután a Dunántúl térségében erősen felhős, borongós idő a valószínűbb. Mérsékelt, gyenge légmozgás várható estig. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!